Tehát nyugodtan üljenek oda az ágya szélére, vegyék a kezükbe a mesekönyvet és olvassanak. Miért? Mert akkor a fantáziája is dolgozni fog ennek a kisgyereknek. A rendezvény sorozat első állomásán nagy csoportos ovisok számára tartottak nyílt napot a Péterfi iskolában. Még legutóbb a szülők hallhattak interaktív előadásokat a testi-lelki iskola érettségről, a tehetség korai felfedezésének és fejlesztésének lehetőségeiről. Ezekben a műhelyekben a tehetség különböző területeit próbáljuk egy picit segíteni, támogatni, fejleszteni. Természetesen játékos formában, hiszen az óvodás gyerekek életkorához maximálisan próbálunk igazodni. A mai alkalom egy kicsit rendhagyó ebből a szempontból, hiszen elsősorban a felnőtteket, a szülőket szólítottuk meg. A szakértők szerint óvodáskorban még nem lehet tehetségről beszélni, csak arra mutató jelekről. Ezeket azonban nagyon fontos, hogy időben észrevegyék a szülők, és lehetőség szerint próbálják is még tovább erősíteni. Tehetségműhelyekben is foglalkozunk a gyermekeinkkel, és mindazokat a tevékenységeket, amelyeket ott ajánlunk nekik, azt beszoktuk mutatni a szülőknek, és számos olyan van köztük, ami otthoni környezetben a szülőknek a segítségével is nagyon jól megvalósítható, és azokat a kreatív képességeket, azt a motivációt ők maguk is meg tudják adni a gyermekeiknek, ezáltal pedig igazi kis tehetségig ígéreteket tudunk közösen fejleszteni. A Gyermektükör programsorozat november 27-én folytatódik, akkor különböző játékos feladatok várják majd a gyerekeket, a szülők pedig egyebek mellett a finom mozgás és a nyelvi beszédkészség fejlesztéséről hallgathatnak előadásokat a Péterfi iskolában.